5 éve alakult meg a Keleti Kapu Ökotermesztők Egyesülete azzal a fő céllal, hogy növelje a mezőgazdaság területén működő vállalkozások versenyképességét. Ezért a Biokultúra Szövetséggel összefogásban a fiatal gazdákat az egészséges bioélelmiszerek termesztésére ösztönzik. Ez kihívást jelent a gazdálkodóknak, ugyanis jelenleg a dohánytermesztés 5-ször annyi támogatást kap, mint a biokultúra. Én annak idején a rendszerváltás után próbáltam, én Baktaló rendházan élek, ott lakom, és ott próbáltam 90-es években gyümölcstelepítés csináltunk, és hogy rögtön úgy biomódon telepítsük a gyümölcsöst, és hát nem volt, senki nem volt, aki vállalkozzon rá, nem vállalták. Weisz János megyénk szülötte, a Biokultúra Szövetség alapító tagja hirtelen hunyt el 2013-ban. A nyíregyházi főiskola pedagógusaként sokat tette azért, hogy a diákok megtanulják a kertészkedést. Most az ő nevét vette fel az egyesület. Egészen biztos, hogy a jövőben a kiállásunk is, mind a helyi körülmények között, mind pedig országos viszonylatban, vagy a határon túl megjelenésünk egy komolyabb rangot, elismerést ad ez a szakmai vértezettség, és a családjával egyetértve felveszük ezt a nevet. A tervek szerint a jövőben alapítványi formában is segítik majd azokat a fiatal gazdákat, akik biogazdálkodással szeretnének foglalkozni.